Dúró Dóra képviselőasszonynak, alelnökasszonynak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Klebersberg Kunót elsősorban kultuszminiszterként, másodszorban talán belügyminiszterként ismerjük, de leginkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy ő hogy nevezte saját magát, amikor a Kolozsvári Egyetemet Szegedre költöztette, ugyanis neki személyesen fő mozgatórugója az volt, hogy a magyar gyermek minisztere legyen. És ez a szellemiség talán nem is lehetne aktuálisabb napjainkban sem, amikor látjuk, hogy milyen veszélyek leselkednek a gyermekeinkre, akár a hazai intézményeket, ha megnézzük, akár a globális trendeket. Nagyon fontos ezt a horizontális szemléletet magunkévá tenni, és a gyermekeket középpontba állító politikát megvalósítani, amely nem csak kultúráról szól, nem csak oktatásról szól, hanem arról szól, hogy a gyermekekre, mint egészre tekintünk, és igyekszünk nekik megadni mindent, ami az egészséges fejlődésükhöz szükséges, legyen szó testi vagy lelki táplálékokról. És egy másik általános érvényű örökségét emelném ki még Klebersbergnek. Ez a kultúrfölénynek a gondolata, amely szintén rendkívül ismert, de nagyon fontos az is, hogy ő hogyan írt magáról a kultúrfölényről, és miért tartotta ezt központi kérdésnek. Azt mondta, hogy a kultúra és az oktatás a honvédelmet is pótló ereje van. És ez szintén egy olyan gondolat, amely számunkra a ma politikával, vagy gyermekekkel, oktatással, kultúrával foglalkozó emberek számára is mérceként kell, hogy előttünk álljon. A tudás erejével döngethetjük a trianoni börtön ajtót, írta egyik írásában szintén, nem megfeledkezve tehát a határon túli magyarokról sem. Abban, hogy ezt a költségvetési arányát tekintve rendkívül magas támogatást ki tudta vívni ezen területeknek, ebben talán vita nélkül állíthatjuk, hogy az ő személyének is nagyon nagy szerepe van, tehát a kényszerhelyzet mellett fontos volt az, hogy volt egy olyan ember, egy ilyen erős ember, politikai értelemben vett erős ember, aki ki tudta harcolni, hogy valóban az oktatás, illetve a kultúra legyen a győztese ennek a helyzetnek. Szeretnék a Klebersberg emlékével kapcsolatban néhány konkrét javaslatot is tenni Klebersberg szellemiségében, arra vonatkozóan, hogy milyen programok lennének azok, amelyek előmozdíthatnák azt, hogy az ő szellemiségét minél több ember megismerje, elsősorban természetesen az oktatáson keresztül. Ahogyan említettem, amikor a Kolozsvári Egyetemet Szegedre költöztették, a Pozsonyit pedig Pécsre, ugye ez predesztinál minket arra, hogy a határon túli felsőoktatási intézményeket is vonjuk be az emlékévvel kapcsolatos rendezvénysorozatokba, illetve szimbolikus az is, hogy amikor Szegeden letette az egyetem alapkövét, akkor egyben egy gyermekklinika alapkövét is tette le. Ebben a szellemiségben javasoljuk azt, hogy az egészség és a demográfiai célok jelenjenek meg az oktatási programokban, illetve a Klebersberg emlékévben megrendező program sorozatokban egészségmegőrző, a gyermekek egészséges fejlődését középpontba helyező programok is valósuljanak meg. Szintén nagyon fontos eredménye volt a klebersbergi oktatáspolitikának a kiemelkedő kutatók, illetve egyetemi oktatóknak a köznevelésben való megjelenése. Többször értekezik arról maga Klebersberg, hogy miért fontos, hogy intenzív kapcsolat legyen a felsőoktatás és a közoktatás között. Ezt például rendhagyó tanórák megtartásával tudnánk elősegíteni a középiskolákban, amikor neves oktatók a különböző tudományterületekről tartanak ilyen tanórákat, akkor ez egyébként a népiskolák szintjéig megvalósuló sorozat volt, tehát nem csak egy-egy tanóráról volt szó. A középiskolák modernizálását is zászlajára tűzte természetesen.
ennek céljában meghatározta, céljaként határozta meg, hogy az intézmények közvetíteni tudják a kultúra javait, másrészt megfeleljenek a társadalmi igényeknek, és közben ne terheljék túl a diákokat. Ebből a szempontból a kultuszminiszter a megoldást a középiskola típusok differenciálásában látta, így a tanulási motivációt teremtő és patrióta gondolkodást a modern tudással ötvöző tantervek versenyére is sor kerülhetne a Klebersberg emlék évben, tehát ezt a differenciált szemléletet meg kellene a különböző középiskola típusokban őrizni. És nem feledkezhetünk meg, szintén óriási eredményeként, és talán az egyik legtöbbet emlegetett eredményeként a Klebersbergi oktatáspolitikának a népiskolák helyzetéről, egy új hálózat kiépítésére került sor gyakorlatilag, mert ugye a trianoni békediktátumot követően a dualizmuskori intézményeknek 40%-a, a tanerőnek és a tanulóknak pedig a fele maradt a trianoni Magyarországon, és az elemi iskoláknak csak a negyedével számolhatott a továbbiakban az állam, tehát ezekből következően is adta magát az, hogy egy népiskolai programot elindított, így akár egy valamilyen elnevezés, akár csodatanár elnevezésű program emlékében való elindítását is javasoljuk, kifejezetten olyan pedagógusok számára, akik kisiskolákban tanítanak, és igyekeznek olyan gyerekeket bevonni az oktatásba, vagy bent tartani az oktatásban, akiknél mondjuk szülői támogatásra kevéssé számíthatnak. Más a helyzet a Jókai emlékév kapcsán, hiszen Jókai emlékévből már nagyon sok volt, hála Istennek, Magyarországon, akár civil szervezetek, akár egy-egy város szervezésében, de az állam is tartott Jókai emlékévet, ugye 2015-ben is, amikor 190 és éves születésnapját ünnepelhettük az írónak, de már 1905-ben is alakult Jókai emlékbizottság, és Jókai emlékévet is tartottak. 1925-ben is Kárpát-medence szerte voltak ünnepségek a Jókai centenáriumhoz kapcsolódóan, de hogyha a 90-es évekre tekintünk, akkor ki kell emelnem a Balázs Géza szerkesztésében megjelent Jókai szótárt. Itt majd vissza fogok térni Jókai nyelvi bravúrjainak őrzéséhez, illetve továbbadásához, de Rév Komáromban 2000-ben is indult Jókai emlékév, amikor ugye a 175. születésnapját ünnepelhettük az írónak, és rendkívül gazdag programsorozatokkal zajlottak ezek az emlékévek. 2018-ban Pápán is tartottak, illetve 2022-ben a Baradlai Musical is elkészült az Erkel program keretében, amely szintén ugye a kőszívű ember fiainak egy feldolgozása, de ezzel is az írónak állít emléket. Arra kérem államtitkár asszonyt, hogy az emlékévek programsorozatának megtervezésébe vonják be mindkét nagy magyarunknak a leszármazottait, ugyanis például Jókai Károly, a Jókai Család Alapítványnak az alapítója és kuratóriumi elnöke, aki korábban több ilyen emlékévben, a programokban részt tudott venni. És Jókaival kapcsolatban nagyon fontos kiemelni, hogy a legolvasottabb magyar íróról beszélünk, tehát egy olyan kapocs lehet a társadalomban mindenki számára, amely valóban az összetartozást és akár valamifajta közös élményeket, közös nyelvnek a létrehozását jelentheti. Ugyanakkor a fiatalabb generáció körében sajnos láthatjuk, hogy egyre kevésbé népszerű, sőt általános iskolások számára most már nem is kötelező olvasmány a kőszívű ember fiai sem, de a Jókai emlékév például lehetőséget ad arra, hogy hidat képezzünk a legfiatalabb generáció, és mondjuk a szüleik között a Jókai művek olvasásában. Tehát egy ilyen kifejezetten őket célzó program elindítása is fontos lenne, hogy megvalósuljon az emlékév kapcsán, mert én nekem pont 7-es a lányom, és a kőszívű ember fiaihoz hamarosan el fogunk érkezni, tehát szülőként is látom, hogy
mennyi támogatásra van szükségük ahhoz, hogy érteni tudják. Ezt a valóban egyébként világirodalmi viszonylatban is kiemelkedőnek nevezhető író munkásságát. És országgyűlési képviselőként is úgy gondolom, hogy kötelességünk felhívni a figyelmet Jókai Mórnak a diplomáciában betöltött szerepére, amelyről itt többen az előttem szólók közül is megemlékeztek, és egy lehetőség arra, hogy ne csak a kultúra területén, hanem a külpolitikában is egyfajta követként használjuk fel Jókai Mór emlékezetét, illetve munkásságát, és a külpolitika területén is bemutassuk azt a szellemiséget, illetve azt az életművet, amelyet ő ránk hagyott, és amelyet ápolnunk, gondoznunk kell. Szeretném végezetül, de nem utolsó sorban megköszönni az összes anyaország és határon túli közművelődés intézménynek, a dolgozóiknak, illetve a civil szervezeteknek a munkáját, akik eddig is szívükön viselték mind Jókai Mór, mind Klebersberg Kunó emlékezetének ápolását és a szellemi örökségüknek a továbbvitelét. Bízom benne, hogy a következő évben egy sikeres, illetve két sikeres emlékévet tudunk zárni. Köszönöm a figyelmet!